Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és nagyon örülök, hogy ilyen tiszteletreméltó közösségben lehetek, hogy bennetek a föltámadott Úr Jézus Krisztus él, és bennem is ő él, és most erről fogok énekelni. Szívemben az Úrnak árja él,
A Biblia Isten országának mondja.
az Isten országa, ennek a világnak a reménysége, ennek a világnak a világossága. Mindegyikünk tartozik egy országhoz, természetes országhoz, legtöbben magyarok vagyunk, Magyarországhoz tartozunk, és azt hiszem erről az országról, az országból mostanában nagyon sok rossz hírt tudunk hallani, amely főleg a reménytelenséget, a csüggedést, a letörtséget eredményezi bennünk. De van egy nagyszerű ország is ebben az országban, Magyarországon is, ez Isten országa. Erről az országról szeretnék beszélni. Ha címet kellene adni, akkor legszívesebben azt a címet adnám neki, hogy jöjjön el a te országod. A mi atyánkban így imádkozunk, tudjátok nagyon jól, hogy jöjjön el a te országod. És én magam is nagyon vágyok arra, hogy eljöjjön Istennek a királysága, Istennek a hatalma erre földre, hogy lerombolja az ellenségnek a munkáját, és az emberek végre úgy éljenek, ahogy Isten azt eltervezte, elgondolta. Higgyétek el, hogy ehhez Isten részéről megvan adva minden lehetőség és minden feltétel számunkra. Mi már most beléphetünk Isten országába, mert az egyház is nagyon szoros kapcsolatban van Isten országával. Az egyház Isten országának az örököse, és az egyházban már Isten országának az ereje munkálkodik. És ez az erőt rendszeresen meg tudjuk tapasztalni az összejöveteleinkkel. Amit Pál apostol mondott, hogy Isten országa erőben áll fönn. És ez az erő működik közöttünk. Ez az erő itt van. És ez az erő növekedni fog a jövőben. És meg vagyok róla győződve, hogy ebben az országnak a sorsában egy nagyon drámai, pozitív fordulatot fog eredményezni. Tegnap egy vendégségben voltam, és pontosan bekapcsolták a televíziót a híreknél, és éppen mondom a feleségemnek, hogy figyeld meg, hogy egyetlen egy jó hír nincs. Csak rossz hírekről van szó. Ugye az embernek az elmélyi híre csak úgy jön egy sötét felhő azon a médiákon keresztül, és az embernek nagyon nehezen tud ilyenkor jót várni. De ez a Bibliának az alaptémája, Istennek az országa, és mindig mondom nektek, hogy ezt a könyvet ne engedjétek ki a kezetekből, ne engedjétek, hogy az ördög kiüsse kezetekből, szívetekből, elmétekből. Isten azt mondta Mózesnek, hogyha te hallgatsz Isten igéjére, megtartod Isten igéjét, és megcselekszed azt, amit én mondok neked, akkor feljelvalóvá teszlek tégedet e föld minden népénél. Amen? Tehát az Isten igéje az, ami föl tud tégedet emelni, amely ki tud tégedet hozni a környezetedből, amely fölül tud tégedet emelni azon a környező világból, amiben benne él. És ehhez három dolgot kér Isten tőle, hogy először hallgass Isten igéjét, másodszor megtartsd Isten igéjét, harmadszor pedig menj haza, és cselekedj Isten igéje szerint. És erre jön Isten válasz a te életedben, hogy fel fog tégedet emelni. És olyan áldást bocsát az Úr a te életedre, amit téged valóban fejjé tesz, és ahogy hallottuk, nem farokká. És fejjebb fog téged emelni az Úr. És Istennek a kenete jön az életedre, és a kenetnek az egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy azt a terhet, azokat a szükségeket, problémákat, amit a környező világot hordoz, azt a kenet elhordozhatóvá teszi az életedben. Olyan terheknek a hordozására tesz tégedet képes a Szentléleknek a kenete, ami nem fog tégedet tönkretenni. És úgy fogsz dolgozni, úgy fogsz munkálkodni ezen a földön, hogy közben felvidámod, felüdül Istennek a színétől, hogy állandóan jelen lesz az életedben Istennek az öröme. Mert az Istennek az öröme a mi erősségünk. Ez az az erő, amely újra és újra fenntartja az Isten országát közöttünk. Ahogy mondtam, hogy már az egyháznak is nagyon szoros kapcsolata van Isten országával. De az Isten országa több, mint az egyház.
Azért a Biblia úgy beszél az egyházról, mint Isten országának az örökéséről, hogy bizonyos szellemi feltételeket és erkölcsi feltételeket kell neked betöltened ahhoz, hogy Isten országának a birtokába lépj. Igaz, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten országa már bennünk van. Bejött az Isten országa bennünk. De az új szövetség úgy is beszél Isten országáról, mint ami közel van. De hát nincs teljesen a birtokunkban, hanem közel van hozzánk, ez várjuk. Úgy beszél a Biblia az Isten országáról, mint a reménységünknek a céljáról. A várakozásunk céljáról. És a keresztény reménységnek a legfontosabb célpontja az, hogy eljön Isten országa, vagyis az eljövendő Istennek az országa. Nagyon fantasztikus dolog, amit már most adott Isten az ő népének és az egész világ számára. De még fantasztikusabb dolgokat fog adni Isten a jövőben az emberiség számára. Ezért megvan a reális ok arra, hogy bizalommal, jó várva éljünk a hétköznapokban, és várjuk a holnapot, és ne a rosszat vár, hanem a jót vár, mert Isten jót fog cselekedni. Tudjátok, ennek a helyzetnek, amiben most vagyunk, ennek az a jellemzője, hogy Isten országa háttérbe van szorítva. Főleg a szellemi és erkölcsi valóságban van jelen, és a Sátán birodalma a fizikai, természetes világot uralja, és ezért ez inkább az emberek szeme előtt van. De Pál apostol azt mondja hívőknek, hogy ne arra nézzenek, ami a szemük előtt van. Ne arra nézzünk, amit látunk, hanem arra nézzünk, amit nem látunk, de Istennek az igényére. Mert eljön az az idő, amikor Isten egy fordulatot hoz ebben a státuszban, és az Isten országa lesz látható, és a Sátán királysága lesz a világban jelen látható, rejtett módon, részlegesen. Amen. És Isten azt akarja, hogy ebben az országban mi benne legyünk. Ez az ország, tehát ez az országról a Biblia nagyon sokat beszél. Tele van a bibliai könyvekben, olvasunk az Isten országáról rendszeresen. Ezek építik föl a keresztényeknek a reménységét. Megtölti az elménket a reménység, és ez a reménységre rendkívül nagy szükségünk van, mert ez tudja fenntartani a keresztény hitünket és a keresztény életünket. Különösen az átmeneti korszakban nélkülözhetetlen lesz a reménység. Mert az átmeneti korszakban tudjátok, olyan fordulatok lesznek, hogy először lesz egy balra fordulat, majd jobbra fordulat, és azok az emberek, akikben nincs reménység, azok teljesen össze fognak zavarodni, és nem fogják látni az űrzavarban, hogy mi Istennek a terve, és mi Istennek a célja. Akkor tudunk igazából világosan imádkozni, hogy jöjjön el a te országod, ha tudjuk, hogy mi ez az Isten országa. Ha erről az országról egy nagyon világos és éles látásunk van. Ez a világos és éles látás teszi stabillá a mi lelkünket, gondolkodásmódunkat, és tartja meg az értelmünket Istennek a jelenlétében. Isten mindenható Isten, akinek alá van rendelve a múlt, jelen és a jövő. És szeretném elmondani neked, hogy a jövőben semmi olyan dolog nem fog történni, ami kiszakítaná a jövőt Istennek a hatalma alól. A jövő világa az Isten uralma alá fog tartozni. Ezért nincs okod, hogy ideges légy és féljél, mert Isten igazságának a megismerése által te bele tud helyezkedni Istennek a tervébe, és ha behelyezkedsz Istennek a tervébe, akkor egyszerűen harmóniában vagy minden szituációban, harmóniában, összhangban vagy Istennek az akaratával. És mindig a dolgokról Isten elméjével gondolkozol. És nem fog eluralni téged a kétségbeesés, a pesszimizmus, a vereségérzés, a kudarcérzés, mert minden helyzetben fölismered Istennek a tökéletes akaratát. A történelem, ahogy halad a végkifejlet felé, úgy halad egyre nagyobb dicsőségbe. Istennek egyre nagyobb jelenlétébe. Bár a láthat néha más mond,
A látszat azt mondja, hogy egyre nagyobb a távolság Isten között. Istentől. És ez részben igaz is. De a valóságban, ami az Istenek a szemszögéből nézve, Isten országából nézve a dolgokat, az a világ halad az Isten jelenlétébe és Istenek a dicsőségébe. És ezért szeretnék beszélni ma nektek arról, hogy milyen lesz az Isten országa. Ma különböző vallási mozgalmak lépnek a színtérre, és bejelentik a programjukat. És sajnálatos módon a keresztények, hogy a program nélküliek a jövőre vonatkozóan megijednek a sátának a programjától. És azt gondolják, hogy ezek a mozgalmak az ő programjukat meg tudják valósítani. Nem fogják tudni megvalósítani, mert Isten nem támogatja őket. Csak azokat a programokat tudja az ember megvalósítani, amit az Isten támogat. Az első dolog, amit tudni kell, hogy Isten ebben a helyzetben, a világnak a jelenlegi sorsában egy radikális fordulatot fog hozni három eseménnyel. Az első dolog az egyháznak az elragadtatása, második dolog pedig az antikrisztusi világállamnak a megvalósulása, harmadik dolog pedig az Isten országának az eljövetele. A keresztény figyelem középpontjába csak az első kettő kerül középpontba nagyon gyakran, és emiatt szerintem nagyon törékeny a keresztényeknek a reménysége, mert egyszerűen végsősoron egy apokaliptikus világot látnak maguk előtt, és az apokaliptikus gondolkodásmód jellemző a keresztényekre. És elfelejtik, hogy ez a kritikus időszak tulajdonképpen egy rövid ideig fog tartani. És Istenek ítéletének itt ebben a rövid időszakban az a célja, hogy Isten országa egy sokkal nagyobb hatalommal, erővel jön el a Földre, mint ami volt eddig bármikor. És ahhoz, hogy eljön Isten országa ilyen hatalommal, erővel, ahhoz szükség van, hogy Isten természetfölötti módon beavatkozzon, abban a világban, ahol a bűn, a törvénytelenség éri el a tetőpontot. Ezt a világot Istennek az ítélete fogja kísérni, és az ítéletnek a célja a korlátozás, hogy minél kisebb helyre lokalizálja Isten a sátának a királyságát, hogy ezután el tudja hozni az Istennek az országát, dicsőséggel, hatalommal, látható módon. Tehát amikor mi keresztények nézünk a jövőben, akkor nem csak úgy kell gondolkodni a jövőről, mint ahogy a hiszek egyben is imádkozunk, hogy újra eljön ítélni is eleveneket és holtakat, mert még egy nagyon nagy korszak lesz beiktatva az örökké valóság elé, ez pedig az Isten országának az eljövetele. Az egyház korszakot mondják a Szentlélek korszakának. Ez a Szentlélek korszakának vége lesz, amikor az egyház elragadtatik. Az átmeneti korszakról beszéltem, hogy egy pár évig tart, és utána eljön Isten országa, ami tulajdonképpen a fiúnak a korszaka. És a fiú korszakot fölváltja az atya korszaka, amikor az 1 Korintus 15-ben olvasunk, hogy a fiú át fogja adni az ő dicsőségét, hatalmát az atyának teljes mértékben, és Isten lesz minden mindenben. Tehát Jézus Krisztus föltámadásától fogva egy hármas korszakon kell keresztül menni az emberiségnek, mert ezt Isten így rendelte. Ha elolvasok az üdvtörténetet, a Biblia kutatók három nagyon rövid, sokat mondott szóval jelöli. Az első dolog a generáció, a második dolog a degeneráció, a harmadik dolog a regeneráció. A generáció az az alkotás, a teremtés, amikor Isten az egész világot kibocsátotta, amikor szólt és az a világ előállott. Istennek a jelenlétét hordozta magát. És utána jött a második korszak, az úgynevezett elkorcsosodás, a hanyatlásnak a korszaka, amikor bejött ebben a teremtett világba a bűn, bejött a halál, és a sátánnak a királyságába bele kapcsolva az emberi nem, és ez az emberiségnek az elkorcsosodását jelentette, ez azt jelenti, hogy az eredeti állapot alá süllyedt az emberi nem.
és tulajdonképpen a természetes szinten az emberiség a mai napig is ebbe az állapotban van. És jön a harmadik korszak, a regeneráció, az új szövetség két helyen mondja, magyarul újjászületésnek van fordítva. Tehát az újjászületés korszaka az a regenerációnak a korszaka, és Jézus Krisztus ezt hozta hozzánk. Mert az újjászületésnek a lehetőségét teremtette meg az emberiség számára, hogy újjászülessen és belépjen Istennek az országába, amelyről a Biblia azt mondja, hogy igazság, békesség és szent életre való öröm. És először a személyes szinten valósul meg Isten országa, majd utána jön egy második fokozata, amikor a természetes szinten is megvalósul Isten országa, nyilvánvalóvá lesz Jézus Krisztusnak a királysága a világ előtt is. János evangélium első részében azt olvassuk, hogy a világot Isten teremtette, és eljött ugye a megváltó, a messiás a világban, azt mondja a Biblia, a világban volt, de a világ nem ismerte meg őt. És ennek az lett a következménye, hogy a világ a gonoszságban vesztegel. Tehát ebben a hanyatlásnak, az elkorcsodásnak a szellemi, elköstelen állapotában vesztegel. De ezt szeretném hívni erre figyelmeteket. Ez nem egy örök állapot. Az Isten országának az eljövetele a világ sorsában a változást fog eredményezni. Egy pozitív fordulatot. A világ meg fogja látni Jézus Krisztust, a világ meg fogja ismerni Jézus Krisztust. Mi szeretnék most egy olyan dolgokról beszélni nektek, amit jövőben fog cselekedni az Úr. Azért, hogy kitáguljon az elmétek, hogy kitáguljon a szívetek, hogy Istennek a nagyszerű dolgaira kinyíljatok. Az első nagy fontos dolog, hogy Isten ki fogja az ő szellemét árasztani minden testre. Nem csak egyesekre, nem csak az egyházra, hanem minden egyes ember be fog tölteni a Szentlélek, tele lesznek a Szentléleknek az ajándékaival, a Szentléleknek gyümölcseivel az emberek. Ez már az Isten országának a látható módon való eljövetelét jelenti. Ez már Péter apostol bejelentette pünköskor. Pünköskor kezdődött el, de ez a mai napig nem teljesedett be. És lehetetlen, hogy Isten ígérete, a proféciát be ne teljesedjenek. Én tudom nagyon jól, hogy a természetes emberek nagyon szeretik kigunyolni a jövendőléseket. Isten szent emberein keresztül kijelentett igazságokat. Ők úgy gondolják, hogy ezek legendák, mesék, ezek utópiák, romantikus képek, de eddigi proféciákkal úgy van az emberiség, hogy amit Isten megmondott, az minden beteljesedett. És nagyon sok dolog van még, ami nem teljesedett be, és 100%-os a meggyőződésem arról, hogy ez is be fog teljesedni. A jövendő világban, vagyis az új világban, ahol aminek az lesz a jellemző, hogy Isten országa eljön látható módon, minden egyes ember be lesz töltve Szentlélekkel, a Joel prófétán keresztül, amit megmondott Isten, annak be kell valósulnia. Az egyház növekszik, gyarapodik, de a növekedésének, a gyarapodásának van egy korláta. Ennek korlátod lett a bűnnek a titka. Az, hogy a bűnnek a törvénye működik a világban. És ezek a bűnnek a törvényét Jézus Krisztus személyesen fogja lerombolni. Amikor természet fölötti módon hatalommal be fog avatkozni a természetes világnak a sorsába, és ez a bűn ki fogja szorítani, és a halálnak az uralmát, és a sátának a befolyását, ki fogja szorítani helyesebben egy nagyon szűk részre fogja korlátozni. És ez lehetőséget teremt annak, hogy a Szentlélek egy sokkal nagyobb módon tudjon kiáradni, és be tudja tölteni az összes nemzeteket, és az összes népeket, és a Szentlélek egyetlen egy személyt fog úrrá tenni minden emberben. Ez a személy pedig a názareti Jézus Krisztusnak. Tehát ez az első dolog, amire szeretném felhívni a figyelmeteket. Tehát ne azt várjátok, hogy a Szentléleknek a kiáradása le fog állni, hanem egyre nagyobb áradására készüljetek rá.
annak, még akkor is, ha vannak emberek, akiknek nem tetszik a Szentléleknek a kiáradása. A Szentlélek nem fogja megkérdezni az embereknek a véleményét, mert nem az emberi vélekedésekre építi az ő munkáját, hanem Isten igéjére. Isten igéje pedig azt mondja, hogy minden testet be fogja tölteni az Úrnak a szelleme, és minden test meg fogja látni Isten dicsőségét, akkor ez független az emberi vélekedéstől, az emberi nézetektől, a Szentlélek kereséget. Egyszerűen eljön az a pillanat, amikor a bűnközt nem csak Jeruzsálem, de nem csak Budapesten, a Malmáma bűnölődési házban fog megvalósulni, hanem minden helyen bűnös lesz. Az embereket betölti a Szentléleknek a jelenléte. Amen. Ez a legfantasztikusabb ígéret. A második nagyon fontos dolog, hogy az Isten országa olyan átfogó és egyetemes módon fog megvalósulni, realizálódni a Földön, hogy minden helyen, az egyházon kívül is, tehát a külső világban is létrehozza az isteni jogot és az igazságot, és az Isten országa erre az isteni jogra és igazságra fog épülni. Most Isten országa az egyháznak a paklába van betorítva, de az ország ki fog törni, mert az ország, hallottátok már, megmondtam, nagyobb, mint az egyház. Tulajdonképpen az egyház alá van rendelve az Isten országának. Az egyház legfontosabb küldetése nem az, hogy saját magát elfogadhassa, hanem az, hogy Isten országát hirdesse. Figyeljétek meg, az evangéliumban rendszeresen Isten országáról van szó. Olvassuk, hogy Jézus Krisztus újra és újra beszélt Isten országáról, elmondta az embereknek az Isten országára tartozó örlendetes dolgokat, az Isten országának a titkait megvilágította az embereknek. Ma az egyháznak Isten országát kell hirdetni, és ahol nem Isten országát hirdetik, ott az egyház öncélú lesz, saját magát akarja elfogadtatni a világot, és emiatt kerül kárhoztatás alá, mert Istennek a célja, hogy eljön az ő országa. Nem azért imádkozunk a mi atyánkkal, hogy jöjjön el a te egyházad, jöjjön el a katolikus egyház, a karizmatikus egyház, de azért imádkozunk, hogy jöjjön el Isten országa, amelyet belelép minden újjászületett ember, minden olyan ember belelép Isten országába, akik elfogadják Isten igényét, újjászületnek Szentlélekről, Szentlélek által. Azt mondja a Biblia, hogy jönnek északról, jönnek délről, jönnek keletről, nyugatról, és mindenki letelepszik Isten országába. Ez egyetlen egy egyháznak nem a privilégiuma. Ez több, mint az egyháznak az Isten országa. És én ebben az országban hiszek, és ez az ország miatt vagyok itt ma, és ez ország miatt állok itt közöttetek, és állok előttetek, hogy a reménységeteket fölébresztem, hogy elfogadjátok ezt a nagyszerű, fantasztikus országot, amely Isten igazságára, a jogra fog épülni. Izajás próféta 9. A Izajás prófétához lapoztok, most több igényt szeretnék mutatni nektek. Izajás 9. 7-ben a következőt olvasom. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján, királysága fölött, hogy fölemelje, megerősítse a jogosság és igazság által, mostantól mindörökké a sereget urának buzgó szerelme művelje. Tehát az országról, királyságról beszél, és azt mondja Isten, hogy ezt az országot eljön az idő, amikor Isten föl fogja emelni a jog és az igazság által. Szeretném elmondani, hogy ez az országnak kettős jelentése van. Jelent egy területet, tehát maga a birodalmat, maga az országot jelenti, és ennek az egész föl a területe. A második dolog az Isten országa, amit jelent, állapotot. Az a jellemző, hogy Isten fog uralkodni az egész földön. Tehát az egész fölfölött Isten országa lesz, ez az egyik igazság az Isten országának. A másik fontos igazsága az Isten országának, hogy Isten fog uralkodni az egész föld fölött. És az uralom a jogon és az
igazságon fog fölemelkedni. Az igazság emeli föl a nemzeteket, de az igazság a názareti Jézus Krisztus, a kijelentett igazság, és ebben van az életnek az ereje, az életnek a hatalma, amely lenyomja azokat a destruktív erőket, amely az ember a hanyatlásba, az embereket az elkorsodásba, az erkéstelenségben, a démonoknak a befolyása alatt tartja. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezeket az erőket mind lerombolja. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor tulajdonképpen ezt a hanyatlásnak a korszaká fölött mondott ítéletet, és az ő halála a hanyatlás korszakának a végét jelenti. Ugye beszélnek ma a világban a pangás korszakáról. A pangás korszaka nem csak egy-két évig tartott, hanem tulajdonképpen az Ádám, Éva bűnbeesésétől tartott Jézus Krisztusnak a haláláig. Jézus Krisztus föltámadása elhozta az újjászületésnek a korszakát, de egy új korszakot hozott ebbe a világba. Ez a regenerációnak a korszaka, az újjászületésnek a korszaka, amely alapvetően három korszakban fog bevődni. Az első az egyház korszaka, tehát ismétlen, második, amikor eljön Isten országa látható módon, harmadik, amikor az atyának a királysága fog megvalósulni az egész földön. Ugyanezt mondja a Biblia Izajás 32-ben. Izajás 32-ben. 15. versszaktól. Miglen kiöntetik reánk a szellem a magasból, és lépten a puszta termőföldét, és a termőföld erdőnek tartatik, és lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és a biztonság mindörökké. A megváltás előtti állapotot a Biblia pusztasággal és kietlenséggel jelöli. Ez igaz a szellemi realitásra, a pszichai realitásra, és tulajdonképpen a fizikai realitásra is igaz, mert a mostani realitásra, a természetes világnak a realitását, a paradicsomi állapotokhoz hasonlítjuk össze, akkor a mai világ a paradicsomhoz képes pusztának minősül, egy kietlen világnak minősül. A Biblia arról beszél, hogy véget fog vetni Isten ennek a pusztaságnak, ennek a kietlenségnek, hogy újra be fog lépni ebbe a látható világba a jog és az igazság. És ez újra létrehozza a termékenységet, azt a termékenységet és azt a növekedést, azt a bővülködést, amit az ember elveszített a bűnbeesés által. És még egy dolgot szeretném elmondani nektek, hogy itt az Isten országában a jog és az igazság a teljes harmóniában és egységben van. A mostani világokban a jog és az igazság nincs harmóniában. De vannak olyan dolgok, amire van jogod, de nem igaz dolgok. De parázsnálkodhat például a törvény alapján, de tulajdonképpen, amikor parázsnálkodsz, akkor a törvény nem büntet, tehát jogod van hozzá, de mégis igazságtalanul cselekszel, mert áthágod Istennek a törvényét, és igazságtalan ember leszel. Az Isten királyságában pedig a jog és az igazság teljes harmóniában összekapcsolódik, mint a jobb és a bal kezünk, és az öt ujjunk, és ez egy egységet fog létrehozni. Arra a jogunkat azt mindig az igazság szerint fogjuk élni, igazság szerint fogjuk használni, és az igazság az mindig a jogot fogja szolgálni. És ez az, ami föl fogja szabadítani az emberiséget egy nagyszerű, egy fantasztikus korszakra. Testvéreim, egy nagyszerű korszak áll előtt. Meg vagyok róla győződve, hogy most a születésnek, a bajulásnak a fájdalmait éljük, de a jövő az egy fantasztikus korszak lesz. A Biblia a örömnek a könyve. Emlékeztek rá, szombaton beszéltem arról, hogy az Úr szelleme van én rajta, mondja Jézus. Azért, hogy örömöt mondja. Mert a Szentléleknek a kerete tudja csak megvilágítani azokat az igazságokat, amelyek a jövőben fognak megvalósulni. Ne legyetek pesszimisták, ne legyetek csüggettek,
mert a jövő a tiétek, a jövő Jézus Krisztus. És ezzel a Jézus Krisztussal már most személyes kapcsolatod van, ha nincsen, akkor ma adunk neked egy lehetőséget, hogy személyes kapcsolatban légy Jézus Krisztussal. És ha Jézus Krisztussal neked kapcsolatod van, akkor a jövő a tiéd. A jövő Isten uralma alatt van, és a jövő az téged fog szolgálni. Nem kell félned. A félelem a távol fogja tartani magát tőled, mert Jézus Krisztus nem szereti a félelem. Ahol Jézus jelen van, ott a félelem eltűnik a félelem abban a pillanatban. A következő dolog, amit szeretnék leszögezni nektek, hogy ebben a világban, ebben az új országban Jézus Krisztus lesz a király. A Jézus Krisztusnak a királysága fog realitássá válni. Az emberek, a világ telenyugszik abban most, hogy igen, igen, Jézus Krisztus az egyházé. Mi meg csináljuk a dolgunkat úgy, ahogy akarjuk. De ez nem lesz így sokáig. Jézus Krisztus nem egy kis szűk réteg számára halt meg, és nem csak egy kis szűk felekezeteket, csoportokat, imasejteket, imacsoportokat váltott meg, hanem az egész világot megváltotta. A hatalomnak minden formáját megváltotta. És Jézus nem csak az egyházban akar király maradni, hanem az egész világban király akar lenni. Tulajdonképpen már ezt Abcselben nagyon jól látták. És olvassuk, hogy egy bizonyos városokban a rómaiak fölismerték, és azért kezdték el üldözni a keresztényeket, mert azt mondták, hogy nem a császár a császár, hanem Jézus a király. Persze őket félreértették bizonyos módon, de az igazság az, hogy Jézus Krisztus valóságos királyként jött erre földre. Nem csak Izrael királyaként jött el, hanem az egész föld királyaként jött el. Jelen pillanatban mi valljuk, hogy Jézus király, meg Jézus Krisztus a királyom. Amikor azt mondom, hogy Jézus a királyom, az azt jelenti, hogy az én személyes életemben elfogadom az ő hatalmát, uralmát, és alárendelem az én akaratomat az ő akaratának, és megkérdezem, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, és amikor ő megmondja nekem, akkor azt cselekszem, tehát engedelmeskedek neki. De azt tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus túllép a mi személyes, privát életünkből, és belép az egész világnak a színterére, és az egész világ alá lesz rendelve az ő királyságának. A Filippi levélben azt olvasom, hogy amikor Jézus föltámadott, akkor az Atya őt megajándékozta olyan névvel, amely név minden név fölött való. Amely névnek meghajol minden tér, a mennyekben, a földön és a föld alatt. Már ebben az igében is benne van Jézus Krisztus univerzális uralma, hogy az egész világ mindenséget Isten Krisztusnak alárendelte, és az egyházba való királysága után jön az egész világ fölött való királysága. És azt mondja a Biblia, hogy minden tér meghajol neki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Én nagyon sokáig nem értettem például Lukács evangélium első részében azt az ígéretet, amit az angyal mondott, és egyszerűen nem értettem, hogy létezik, ez nem fog beteljesedni, vagy be fog teljesedni. Lukács evangélium 32. verszakában. Olvassuk, hogy mondja Máriának az angyal, ez nagy léten, és magasságos fiának hivatkozik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának a királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. De látjátok, sokkal többet mondik az Isten igéje Jézusról, mint ami eddig megvalósult. Itt Jézus Krisztusról beszél az angyal, és azt mondja, hogy Mária ugye ne féljél, mert egy olyan ember fog megszülni te rajtad, egy olyan ember fog bejönni ebben a világba, aki a magasságosnak, a fiának fog hivatkozni, és az Úristen királyi széket ad neki, hatalmat ad neki. És uralkodni fog a Jákob házán, mindörökké, és az ő királyságának nem lesz vége. Tehát egy valóságos királyságról beszél itt a Biblia, olyan királyságról, ami a jelen pillanatig még nem valósult meg.
A Zsoltár 2-höz lapoztok. A második Zsoltár 8. verszakában olvasom, hogy az Úrnak a hatalma, dicsősége meg fog jelenni a természetes világban olyan módon, hogy alá lesz neki rendelve minden, ami itt a Földön van. Kérjed tőle, mondja 8. verszak, odaadom néked a pogányokat örökségül, birtokodul a Föld határait, összetöröd őket vasvesszővel, féljelzudod őket, mint cserépedét, azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok Földnek virái, és szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Tehát arról beszélik, hogy az egész nemzeteket odaadta Isten Jézusnak örökségül, birtokul, az egész Föld odaadatott Jézus Krisztus hatalma alá. A 9. verszakban a hatalmának a megvalósítása előtt, tehát egy nagy összetöretés jön. És az összetöretés elsősorban a szátán rendszer ideje alatt fog megvalósulni. Amikor Istennek az ítéletei fognak lejönni erre a földre. A jelenések könyve gyakorlatilag erről szól, hogy Istennek a haragja, a kelyheket fogja kiborítani Isten. Csapásokat fog ő rábocsátani erre a földre. És ezzel Istennek az a célja, hogy összetörje az embereket, cserépedényé tegye őket hasonlóvá, hogy az egész politikai, gazdasági rendszereket az ő hatalma alá rendelje. És ezt a korszakot a názareti Jézus Krisztusnak a földi megjelenése fogja lezárni, amikor olvasok az evangéliumban, hogy a népek Jézus Krisztus dicsőséges trónja előtt meg fognak jelenni, és utána fog Isten országa létrejönni ezen a földön. Tehát egyáltalán nem vagyunk még mi a tetőponton. Bár ha elolvassátok, nagyon figyelmesen az evangéliumot, figyeljétek meg, hogy két dologra mikor sarkalja az Isten igéje keresztényeket. Az első dolog az üdvösség, de a második dolog, hogy Isten országának a sörökösei legyenek. Mert az a kettő között van különbség. Üdvösséget lehet, de az Isten eljövendő országában nem biztos, hogy lesz szolgálatod, és nem biztos, hogy bele leszel kapcsolódva. Ahhoz, hogy bele legyél kapcsolódva Isten országába, az nagyon szükséges, hogy részt vegyél az igazaknak a feltámadásában. Vigyel meg Pál apostol, nem azt mondja, hogy valamiképp, hogy nem csak az a célja, hogy üdvösséget nyerni, mert azt megnyeri az ember hit által. Amikor hiszünk Jézus Krisztusban, akkor által megyünk a halálból az örök életre. De Pál apostolnak van egy másik célja is, az, hogy az Isten országába belépjen. Mert ebben az országban azt mondja a Biblia, hogy az egyház úgy fog jelenni ebben az országban, mint királyok, papoknak a birodalma. Tehát az ország kormányzó testülete az egyházból fog összetevődni. És Pál apostol ezt nagyon világosan látta maga előtt, és nagyon buzdította a keresztényeket arra, hogy az üdvösségük után mindenféleképpen nyerni kell Istennek az országát. Ez a közbülső Isten országába is vegyenek részt. Amen? Mert ha jobban megvilágítsam a dolgot, ha csak üdvösséget nyer. A Biblia azt mondja, hogy azokat fogja Isten elvinni erre a földről, akik Krisztusé így. De teljesen Jézus Krisztusnak a birtokában állnak. A lelkünk, szellemünk, testünk, a szokásaink, a cselekedeteink teljes harmóniában van Isten akaratával, Jézus Krisztussal. Én nem gondolnám, hogy ez minden hívőre vonatkozik. Mert a tapasztalat nagyon jól mutatja, hogy nem minden hívő van Jézus Krisztus uralma alatt. Nem minden hívő fogadja el Jézus királya, vagyis nem minden hívő fogadja el Jézus Krisztusnak a kormányzását, irányítását, uralkodását az életében. Valahogy úgy van vele, hogy hiszek Uram, de szeretném azt csinálni, amit én akarok. Ha te ezen az állásponton vagy, lehet, hogy Isten ad neked egy üdvösséget, de egyáltalán nem biztos, hogy az igazak föltámadásával részt fogsz venni különösen az első szakaszában. Vagy az örökké valóságban Isten előre előszólít újra tégedet az örök létre,
de marad egy olyan rész, ahol amit csak várakozással tud eltölteni az örökké valóságban. És én nem szeretnék unalmammal eltölteni az örökké valóságot. És az Isten azt akarja, hogy az örökké valóságban is nagyon aktívak legyetek. Szolgáljátok Isten. Királyok, papok legyetek. A királyság azt jelenti, hogy uralkodó társak vagytok. Tehát Jézus Krisztusnak a társai legyetek. A másik, hogy papok, közben járók legyetek, hogy szolgáljatok Isten előtt, imádásokkal, dicséretekkel. Szenzációs Istenek a tervei. Adja Isten, hogy a Szentlélek adjon a szellemedben egy világosságot, hogy a materializmusnak a pikkelyei lehúrjanak az értelmedről, a szívedről, a szellemedről, és megéled, hogy Isten micsoda nagyszerű, fantasztikus jövőt tervezett számunkra. A korai egyházat ezt tette rendkívül dinamikussá is győztetni, mert ők ebben beleláttak, világosan tudták, világosan látták. És a halál az életüket nem kimélték. Halálra adták az egész testüket, hogy elnyerjék mindenféleképpen az Úrnak az elhívást. Efézus 1:10-ben olvasunk, hogy Jézus Krisztus által fog megtörténni a menny és a földnek az egybeszerkesztése. A mi atyánkban is ezért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országa. Mert a földről hiányzik Isten országa, kiszorult Isten országa. Igaz, hogy már Izraellel párhuzamosan elkezdte Isten felépíteni, kiépíteni az Isten országának a színterét, utána jött az egyház, de az egyház is Izrael is nagyon váltakozó eredményekkel szolgálta Isten országát. Van egy olyan mozgalom, amelynek az a neve, hogy Isten országa ma. Ők azt tanítják, hogy Isten országa eljött, és benne van az egyházban. És egy olyan növekedésen, fejlődésen fog keresztül menni az egyház, vagy Isten országa, hogy le fogja győzni a világot. De ez nem igaz. Istennek fontos, hogy egy természetfölötti módon beleavatkozzon újra az eseményekbe. Tehát fontos az elragadtatás, fontos a második visszajövetele. Ez a két esemény fogja előmozdítani az Isten országának a győzelmét a Földön. Az egyház nem képes legyőzni teljesen az Isten országát, vagy a Sátán királyságát a Földön. Szüksége van arra, hogy Jézus Krisztus belépjen újra a Földre. És ezért imádkozunk, hogy jöjjön el az Isten országa. Ha ez teljesen már eljött volna Isten országa, akkor Jézus nem mondott volna nekünk olyan, hogy valami olyan kérjünk, ami már itt van. Mert ő nem szereti a hitetlen imákat. Ő mindig arra sarkalta az embereket, hogy hitből imádkozzanak és hitből kérjék. De azért mondta tanítványoknak, hogy kérjék, hogy jöjjön el Isten országa, mert még nem jött el Isten országának a teljessége. Az még előttünk áll. És én engemet ez nagyon bátor. Mert amit most tapasztalok, az mindig elégedetlenségbe hagy engemet. Nem tud kielégíteni. És nem is akarom vallásos módon becsapni magamat, hogy ez a tökéletesség, ez a teljesség. Ez nagyszerű dolog. Benne vagyunk Isten országában. De benne vagyunk Isten országában a növekedésében, fejlődésében. De még várnunk kell, hogy az Isten országának a teljessége eljöjjön el a Földre. Ámen! Ez el fog jönni. Jézus lesz az Úr ebben az országban. És amikor ez eljön, akkor a harmónia létrejön a menny és a Föld között. Az egyház már elkezdte ezt a harmóniának az építését, de nem tudja ennek a harmóniának a teljességét megvalósítani. És egyszerűen azért nem, mert nincs rá eszköz, hogy elbánjon a bűnnel, a Sátán királyságával. Ehhez szükséges, hogy Jézus lejöjjön a mennyből, és újra a lábát rátegye az olajfáknak a hegyére, és az ő hatalmával, és az ő, azt mondja a Biblia, hogy az ő lehelletével eltüntesse a gonosz. A másik dolog, hogyha azt mondanánk, hogy teljesen eljött Isten országa, és a tapasztalataink teljesen benne vannak a negatív dolgok, a negatív élmények, akkor nincs gyógyszer a reménytelenségünkre. Mert a reménység, azt mondja a Biblia, az, ami még nem látható, ami csak ezután lesz.
És higgyétek el, valahogy úgy vagyunk most Isten jelenlétében, amikor bele akarsz menni egy mély vízbe, és a víz ugye fokozatosan emelkedik. Körülbelül most bokáig, ki bokáig áll a vízben, ki térdig áll a vízben. De ennél Isten sokkal nagyobbra hívott el bennünket, mint amiben most jelen pillanatban állunk. Amen. Ezékiel látott egy olyan vizet, amely úsznivalóig. Tehát tele van már Istennek a dicsőségével, tetőtől tartik, a környezet, minden, a fizikai tényezők, dolgok, minden tele van Istennek a dicsőségével. A következő dolog jellemzője ennek az Isten országának, hogy állandó lesz, romolhatatlan lesz, és rendíthetetlen lesz. Sajnos az Izrael is, és az egyház is romlandó volt, és rendíthető volt, mert kiesett Istennek az akaratából, és eltávozott Isten igéjétől. De egyszer bejön az Isten országának egy olyan jelenléke, és az emberek olyan kapcsolatba kerülnek Isten országával, hogy egy rendíthetetlen, állandó, stabil, szellemi királyság, szellemi ország fog lejönni ide földre. Amit a Dániel próféta mond például a 7. részben, sokan szellemi módon magyarázzák, de szó szerint is kell lenni, mert ha csak szellemi módon magyarázol, akkor egyszerűen az embernek a teste kívül marad Istennek a tervéből. Nagyon sok keresztény nem tud mit kezdeni a testével a fizikai látható dolgokkal. Isten nem feledkezett a testünkről, a fizikai dolgokhoz. Nagyon fontos számára a mi testünk. Mondanám, hogy a megváltásnak, a föltámadásnak az egyik sarkalatos példáblája a mi testünk. És a világban is töröltik Isten, és a világot is Isten fel akarja szabadítani. A Dániel próféta 7. részében, a 13. versszakban olvasom, hogy látám éjszakai látásokban, íme az égnek felhőide, mint valami emberfia jött. És ment az öregkorúhoz, és elébe vivék őt, és adanékik hatalmat, dicsőséget és országot. És minden nép, nemzet és nyelv néki szolgál, és az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. De Dánielnek adott Isten egy természet fölötti látást. Ő próféta volt, és a prófétának az egyik fontos szolgálata az előrelátás. Tehát a jövőbeli eseményeket előre bejelenti. És Dániel látta egy látomásban, látta az ellenvilágban, hogy mi fog megtörténni a természetes szinten. És látta, hogy egy nagy hatalmat, dicsőséget, országot fog kapni az Úr. És ennek az országnak alá lesz rendelve minden nép, minden nemzet, és minden nyelv ennek az országnak a szolgálatába fog állni. És ez a hatalom örökké való. Az eddigi birodalmak ugye történetére az a jellemző, hogy elérnek egy tetőpontot, és utána elkezdődik a hanyatlás, és eltűnnek. Dániel 5 birodalomban foglalja össze a birodalmaknak a történetét. A Babilon, Perzsa, Méd, Római, és az 5. még nem jött el. Az 5. majd az Úr Jézus Krisztus földi visszajövetele előtt fog megjelenni, amelynek az lesz a lényege, egy olyan világállamot fog megvalósítani. Ez a birodalom, amiből teljes mértékben ki fogja hagyni a názareti Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Ugye ez a kísérlet is, mint a 20. századi kísérletek is össze fognak omolni. Az összeomlás Jézus Krisztus megjelenése fogja eredményezni. És ez az összeomlás sokkal drámaibb lesz, mint a 20. századi politikai gazdasági rendszereknek az összeomlása. De ez nem egy véghelyzetbe hozza, egy végzetbe hozza az emberiséget, hanem azt jelenti, hogy bejön egy új birodalom, egy új hatalom, és ez az Istennek az országa, Istennek az királysága, amely nem csak az egyház keretein
belül fog funkcionálni, hanem az egész földre ki fog terjedni, minden nép és minden nemzet alá fog rendeltetni neki, és minden nép neki fog szolgálni. És ez a hatalom már nem fog két dolgot mondani, itt a Biblia örökké meg a hatalom fog megmaradni, nem fogja fölváltani egy más hatalom, hanem majd egy minőségi fejlődés, növekedésen keresztül bemegy teljesen az Atya dicsőségében, és a másik dolog, hogy ez az országot nem tudják megrontani. A Jelenések könyvébe olvasunk egy kísérletet majd a végső időkben, az örökítélet előtt, amikor meg akarják rontani ezt a királyságot, de nem lehet, mert az Úr beleavatkozik természet fölötti módon a szenteknek a védelmébe. Ugyanez van a Dániel 2-ben. A Dániel 2 44-ben azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom más tétre nem száll át, hanem szétzúzza, elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. De azt mondtam, hogy Dániel próféta az emberiség történelmében 5 fő birodalmat lát, az 5. a 4 birodalomnak a összegezése, és ez az 5. a názareti Jézus Krisztus megjelenése, Isten országának a megjelenése fogja széllyel zúzni. Szellemi módon történik ennek a széllyel zúzása, és utána mondja, hogy ez az ország az Isten birodalma, tehát Istennek az uralmát fogja jelenteni a Földön, és ez az állapot már meg fog maradni a Földön örökké, és ez uralom alá fog tartozni a Földnek az egész térsége, és ezt a hatalmat már senki nem fogja megrontani. Ugyanerről beszél a zsidókhoz írt levélben Pál apostol a 12. részben. Tudjátok követni? Megmondom őszintén, nekem a legkedvencebb témáim Jézus Krisztus megváltása után a Bibliában a jövőre vonatkozó dolgok. Mert ahogy mondtam, erről az országról annyi rossz hírt hall az ember, és az nagyszerű dolog, hogy ez nem egy véghelyzet, hanem Istenek van szava minden országhoz. 26. verszak, akkor olvasom. Akinek a szava akkor megrendítette a Földet, mikor rendítette meg Isten a Földet? Amikor a názareti Jézus Krisztusnak az áldozata volt. Emlékeztek rá, amikor Jézus Krisztus testéből kifolyt a vér, és Jézus Krisztusnak a szelleme kijött az ő testéből, akkor napfogyatkozás történt, sötétség borult a földre, és földrengés volt. Isten megrázta az ő haragjában, fölháborodásában a földet. És jelezni akart az embereknek, hogy ostobák, most mit csináltatok? A jövőtöket öltétek meg, a jövőtöket veszítettétek a keresztre. A jövőtöket dobtátok el magatoktól. És lesz még egy megrázkoztatás, azt mondja a zsidó levél, olvasom a 26. verszaktól, akinek a szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is, az a még egyszer pedig azt jelenti, az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek a megváltozását, hogy rendíthetetlen dolgok maradjanak. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyerünk. Legyünk hálások, amelynél fogva szolgáljuk Istennek tettő módon, kegyességgel és félelemmel, mert ami Istenünk, megemésztőt ő. De azt mondja, hogy még egyszer meg fogja Isten rázni az ő szavával, de most már nem csak a földet, hanem az eget is meg fogja rázni. Ez az összetörésnek az ideje, amiről a 2. Zsoltárok 8. verszakában olvastunk, hogy összetöröd őket, mint cserépedény, hogy vas vesztővel legelteted őket. Ez nem az egyházra vonatkozik, mert az egyház önként adta át magát Jézus Krisztus hatalmának.
De a világ nem önként fogja átadni magát Jézus Krisztus hatalmának, hanem Jézus Krisztus ereje miatt fogja a világ átadni magát Jézus Krisztus uralmának. És azért fogja átadni, mert vasvetőt fog kinyújtani Jézus a világ fölé. És ez a vasvető azt fogja jelenteni, hogy az ég és a föld meg fog rendülni. Mert a megrendülésnek az lesz a célja, hogy az állhatatlan, a romlott, a hanyatlott, az elkorcsosodott dolgok lehújjanak erről a mindenségről, és helyébe a változatlanok, a rendíthetetlen dolgok álljanak. Mert a mozdíthatatlan országban csak rendíthetetlen dolgok lehetnek. És ha ez így van, azt mondja a Biblia, akkor legyünk hálásak már előre. Miért legyünk hálásak? Mert rendíthetetlen, állandó, maradandó Isten országáért. És szolgáljuk Isten, Isten félelemmel, szentséggel. Mert Isten emésztő tűz. A Habakuk prófétának rengeteg prófétai látása van, fantasztikus látásai van, amikor Isten így lángoló tűzként fog lejönni a világ mindenségben. Ez a lángoló tűz megy az Úr személye előtt. Ez a tűz egyszerűen a salakot, az értéktelen dolgokat kiégeti erről a földszínéről. Egyszerűen csak azok a lények tudják kibírni Isten jelenlétét, akiben van valami jó. Jézusnak a látogatása fantasztikus lesz. Ő feltámadás után fellent a mennybe, ahogy a Péter mondja az apcelben, hogy el kellett, hogy rejtse az ég tőlük. Mert ha az ég nem rejtette volna el Jézust a megdicsőülés után, akkor ez a világ már régen elpusztult volna bűnében, mert leszerzett dolog az élő Isten kezébe kerülni. Amikor szentségtelen bűnös dolgok kerülnek Isten jelenlétében, Isten az energia, erő, tűz. De megvannak a szellemi törvényszerűségek benne. Ha erkölcstelen, tisztátalan dolog ér az Isten jelenlétében, van a pillanatban az megsemmisül. Nem tudja kibírni Istennek a szentségét. És ezért rejtette el a föltámadott Krisztus az Atya az égbe, hogy az emberek hit által üdvözüljenek. Távolról nézzék Jézus dicsőségét. Azért, hogy hit által fölkészüljenek az örök életre, a szentségre, Isten jelenlétébe. És amíg fölkészülnek itt a földi életben, amikor elérkezik Istennek a kijelölt pontja, akkor megjelenik Jézus ezen a földön dicsőséggel és hatalommal. És ezt a jelenlétet akkor már tudja bírni az egyház, tudja bírni az Izrael, és tudja valamilyen képen bírni a világ, mert bizonyos keresztény elvek be fognak épülni a világba, ami meg fogja őket tartani ebben az ítéletnek, ebben a rettenetes korszakában. Most én olyan dolgokról beszélek, amik nem láthatóak. Nem tudod megfogni őket marokkal. De meg lesz, mert nem ember találta ki, hanem ezt Isten mondta. Egy következő fontos dolog erről az országról, hogy Isten igéje, Jézus Krisztus személye le fogja rombolni az ellenségeskedéseket, a nemzetet és a népek között, és a népek, nemzetek békességben fognak élni ezen a földön. Ez a békének az aranykorszaka lesz. Izajás próféta második részét nagyon sokan ismeritek, és ez vonatkozik az egyházra, de ha nagyon jól, becsületesen megnézed, ez az egyház életében nem teljesedett be. Az helyesebben akkor fog az egyház életében teljes mértékben beteljesedni, amikor az egyház is már teljes mértékben az Isten országának az uralma alatt lesz. Azt olvasjuk itt, hogy lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úrnak a házának a hegye. A hegyeknek fölötte magasabb lesz a halmoknál, özölleni fognak hozzá minden fogát. Én hiszem azt, hogy ez már most meg fog valósulni, de nem tökéletes módon, nem teljes módon. Ez
leginkább ez szökletes módon a názareti Jézus Krisztus megjelenésekor fog megvalósulni. Hát képzeljétek el, amikor be fogják jelenteni a rádióba, televízióba, akkor Jézus Krisztus megjelenik a Földön, él. És egyszerűen egy olyan tapasztalatnak a tárgya lesz Jézus Krisztus föltámadás, hogy egyetlen egy hitetlen ateista ember nem tudja figyelmen kívül hagyni. És ez a tény, ez rendkívül meg fogja látni az egész világ. Olvasunk Izajás prófétán, az emberek a bálványaikat el fogják szórni, a hamis vallásos rendszereket ott fogják hagyni, az aranyakat, ezüstöket, és dódulnak az Úr házának a hegyére, és közölleni fognak hozzá minden pogányok. Azt mondja a Biblia, hogy mindenkel, nincs kivétel. Következő, harmadik vers, az eljönnek sok népek, és egymást biztatják, hogy gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének a házához, hogy megtanítson minket az Úr utaira, és mi járjunk az ösvényeit, mert tanítás Sionból jő. Negyedik vers, aki ítéletet tesz a pogányok között, virágkodik sok nép felett, csinálnak fegyverekből kapákat, zárdáikból megszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Amen. Elhiszitek, hogy ez nem a mennyi valóságra vonatkozik? Mert a mennynek nincs ilyen szüksége, ott most is békesség van, ott nem nincs háború, harmónia van. A Földön diszharmónia van, és ez a földi állapotokra fog vonatkozni, hogy Jézus Krisztusnak a megjelenése a népeket ki fogja békíteni egymással, a nemzetek abba fogják hagyni a hadakozást, abba le fogják szerelni a hadsereget, a fegyvereket át fogják alakítani mezőgazdasági eszközöké, megszőkéseké, és az emberek békességben fognak élni. Ez az a békekora. És ez nem a New Age fogja meg létrehozni, hanem Jézus Krisztus. A New Age mozgalomban is egy nagyon fontos elv a béke, az egy világnak az elmélete, de nincs meg az alap, ami létrehozza a békességet. Emlékeztek rá, Izajás 32-ben azt olvastam, hogy a békesség az igazságnak a műve. Ha nincs, nem munkálkodik az igazság, akkor nem tud létrejönni békesség. Először Jézus az ő országát királyságra alapította, az igazságra alapította. Az igazság a fundamentum, és az igazság létre fogja hozni a békességet. Mindenki mindenkivel békességben lesz. Magyarok románokkal, oroszok magyarokkal, mindenhol békesség lesz. Mikiás próféta 4. részében ugyanez van, sok népek között ítéletet tészen, megvet erős nemzeteket, nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, zárdáikat pedig sarlókká is népre fegyvert nem emel, és hadakozás többé nem tanulnak. Kiki nyugszik az ő szőrője alatt, szügetája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának a szája szólott. Én a Bibliát úgy vettem, ahogy az le van írva, tehát szó szerint vettem a Bibliát. Mielőtt ez meg fogja valósítani Isten a békének a korszakát, figyelitek, hogy az erős nemzeteket meg fogja fedni. Tehát ez azt, ebből azt gondolom, hogy az erős nemzetek, tehát a szuper hatalmak sokkal nagyobb ítéletet fognak kapni Istentől, mint a kis nemzetek. Amen? Ugye ne sajnáljátok, hogy kis nemzetet tartozik. Mert van a Bibliában egy olyan kép, amit Izajás próféta mond, hogy a völgyeket le fogja Isten temetni. A magaslatokat le fogja rombolni, és az érdeseket simábbá fogja tenni. Tehát vannak nemzetek, amelyek völgybe élnek. Annyira elforsosodtak, annyira kisebbé váltak, hogy más nemzeteknek a farkává váltak. Azzal takarítanak, söpültnek. Ha nagyon.
És vannak magaslatok, amelyek olyan nagy góriássá nőttek, hogy szinte agyon nyomorítják a kicsiket. És azt mondja Isten, a hölgyeket betemeti, azokat a kis népeket kiegészíti, és azokat a népeket, ahol a kevésség, a gőg, a testnek az ereje fölfújta őket óriássá, azokat erőteljesen meg fogja fedni, úgyhogy létre fogja hozni a fedéssel és a vigasztalással az isteni békességet a nemzetek között. Amen. Higgyétek el, hogy Isten a legjobb politikus. Ő ezt meg fogja csinálni, és ez meg lesz. És az lesz az eredménye, hogy minden hadsereget le fog szereltetni Isten, és ez Jeruzsálemben fog megtörténni ez a leszerelés. Kapákból, fegyerekből kapák lesznek, kapákat kovácsolnak, dárdákból sarlókat, és négy népre fegyvert nem emel, hadakozás többé nem tanul. Tehát békesség, nyugalom és biztonság lesz az egész földön, az Isten országában. Egy következő dolog, hogy milyen lesz Isten országa. Tulajdonképpen nagyon egyszerű erre rájönni, mert azt imádkozunk a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod a földet. Úgy körülbelül azt imádkozunk, hogy jöjjön el a te akaratod, miképpen a mennyben, azoképpen itt a földön is. Hát a föld a mennyekben Isten országa, a békességben van jelen. És akkor azt akarja, hogy békességben legyen a földön is. Amen. És amikor azt ma olvassuk, hogy jön el Isten országa, akkor ne csak a gyülekezetedre, ne csak a felekezetedre, ne csak a családodra gondolj, mert ezzel kezd, mert ez a te személyes érdeked, de jön el a te országodba, jön el a te nemzeted életébe, jön el a te országod kormányába, parlamentjében, jön el Isten országa erővel, hatalommal, békességgel, igazsággal, joggal, dicsőséggel. A következő fontos jellemzője Isten országának, hogy létrehozza az egész föld színén az egészséget, szabadság. Tudjátok, hogy az embereknek mennyi problémájuk és bajuk van a betegséggel. És én hiszem, hogy már az egyháznak az idejében, korszakában is az egyházon belül Jézus Krisztus gyógyítja a betegeket. De amikor eljön Isten országa, akkor az egyházon kívüli betegeket is meg fogja gyógyítani Jézus Krisztus. És rendkívül magas életkorra fogja fölemelni az embereknek a korát. Egy-két igét szeretnék mondani, hogy ábrándoltatok ezen. Inkább ne a hiányon ábrándozzatok. És ne az újabb fertőző betegségeken, ezért imádkozzatok, hogy imádkoznunk kell, hogy Isten állítsa le ezeket a rémisztő dolgokat, hogy az embereket ne ölje az ördög, és ne engedje, hogy az emberek félelemmel élnek. Félelemet létre tudnak hozni betegségek is, és nagyon fontos, hogy a nemzetünk, családunk, otthonunk Istennek a védelme alatt legyen, mert Istennek a védelme távol tartja a betegséget az emberektől. Izajás prófétához lakozok. Izajás próféta volt a legnagyobb álmodozó. Mert Istennek a látásairól álmodott, állandóan tele volt Istennek a látomásával. Ő egyrészt látta világosan, hogy rövid időn belül Izrael széllyel fog esni, de ez nem töltötte be őt pessimizmussal. Nagyon világosan tudta, hogy egy csodálatos korszak fog eljönni, és ez Istennek a királysága, Istennek az országa. És olyan csodálatos dolgokat látott meg erről az országról, hogy olyan látása, mint ez senkinek nem volt Isten országáról. Izajás proféta 29-18-ban. Azt olvassuk, ugye nem de kevés idő múlt el a Libanon, termőföldé lesz, és a termőföld erdőnek tartozik. Meghallják a napon a süketek az írás beszédeit. A homályból és sötétből a bakoknak szemei látni fognak. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek higadnak Izrael
szentjébe, mert a kegyetlen elveszett, a csukuló elpusztult, kivágattak a hamisságnak minden őreit. De figyeljétek meg, a süketségek, a vakságok, ezek a betegségek el fognak tűnni. Mindenkinek Isten visszaadja a látását, meg fogja gyógyítani az Úrnak a jelenléti az embereknek a testét, és tudnak újra Isten igéje szerint járni, Isten igéje szerint élni, és nagyon nagy öröm lesz a szenvedőknek, tehát akiket gyötör a ördög fizikai betegségekkel, ez meg fog szűnni, és a szenvedés helyére fog lépni az öröm, és a vigasztalás, és teljesen betel az embereknek az élete egészséggel. Vagy egy másik helyet szeretnék még mutatni, a 33. rész, 21. vers. És nem mondja a lakós, beteg vagyok. A nép, amely benne lakózik, bűnbocsánatot nyert. Tehát a bűnbocsánatnak az állapota lesz, és a bűnbocsánatnak az eredménye pedig az egészség lesz. Vagy a 35. rész, 5. és 6. versszakában. Azt mondja Izajás próféta, hogy akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint a szarvas a sánta, újjonga néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, a patakok a kietlenbe, szóvá lesz a délibá, szomjúföld vizek forrásivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküdnek tű, nád és kápa terem. De teljesen újra helyreállítja Istenek a dicsősége, az egészséget a földön. Megszűnnek a kórházak, megszűnnek az orvosi rendelések, mert az nincs rá szükség. Az emberek egészségben fognak élni. El tudtok képzelni egy ilyen korszakot? Csak akkor, hogyha a Szentírást ismerjük. Másképp nem. Például lapozzatok az Izajás 65-ben egy szenzációs ige. Izajás 65:20. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna. Mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Tehát az ifjúkor az még, tulajdonképpen, ha valaki 100 éves, akkor még ifjúnak fog mondatkozni. Egy másik ige, hogy ismer Isten annyira föl fogja emelni a kort, hogy az emberek olyan kort fognak megélni, mint a fák. Én ezt is elhiszem. Egy következő fontos elve Isten országának, hogy rendkívül magas életszínvonal, gazdagság, termékenység, megszűnik a szegénység. Egy-két igei képpel szeretném ezt illusztrálni, Izajás 30-ban. Izajás 30, 23, 24-ben. És ad esőt a magra, amelyet a földet bevetett, és a kenyér, a föld termése bő és tápláló lesz. És a széles mező legelnek a nyájait amanapon. Barmok és szamarak, amelyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, amelyet megszórtak lapáttal és villámmal. És lesznek minden magas helyen, és emelkedett halmon patakok, folyamok, a nagy röldök és napján, akkor a tornyok leomlanak. Tehát egy nagy mezőgazdaságban egy hatalmas nagy felvirágzás fog várni, fog létrejönni. Egy másik igével is szeretném megmutatni ezt a Mikiás profétánál. Mikiás 4:4-ben. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügetája alatt, senki meg nem rettenti őket, mert a seregek urának a szája szóló, tehát teljesen úgy tűnik, hogy önfenntartók lesznek az emberek. Egy nyugodt életet fognak élni. A robotolás, a bogács, a pozdorja, amivel Isten megáldotta Ádámnak a munkáját, az el fog tűnni. Még visszatérve még egy-két igét szeretnék mutatni. Például az Izajás 40-ben, Izajás 44-5-ben, a
pusztában készítsétek az Úrnak az utát, töstvén egyengesek a kietlenben, a mi Istenünknek, minden föld fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és bélce krónává, és megjelenik az Úr dicsősége, és mindent ezt látni fogja azt, mert az Úr szája szól. Ez Keresztelő Jánosnak a fő igéje volt, de jegyezzétek meg, hogy Keresztelő Jánosban Illés szelleme volt, és Illésnek újra el kell jönni, és Illés szelleme újra ezt az üzenetet fogja mondani az Isten országának az eljövetele előtt, és ezt újra be fogja jelenteni a világban. Még egy igét szeretnék a 11. részből az Izajás prófétánál. És kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi magukat. A tehén és a medve legelnek, együtt feküsznek fiai. Az oroszlány, a szökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a cseszopó a viperák lyukánál. A sestről elválasztott, a bazilikus lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak, nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Ez egy teljes harmónia alá kerül a természet, hogy még az állatvilágban lévő ellenségeskedés is meg fog szűnni. Figyeljétek meg, hogy az ellentétek, a farkas és a bárány, ugye most még az Új Szövetség beszél arról, hogy a farkas és a bárány között milyen ellentét van. Hogy a farkas ugye ragadozó állatképe, a bárány pedig a szelíd állatképe egyszerűen összeférhetetlenek egymással. Jelen pillanatban még az egyházban is összeférhetetlenek, ezért az Úr buzdítja ugye az egyházat, hogy vigyázzanak, a farkasokat ne engedjék a nyájok közé, nyájba a bárányok közé, mert a bárányokat fel fogja falni. Ez ezer éves királyságban a farkas és a bárány összekeveredhetik, mert a farkasnak a természete meg fog változni. Ugyanez lesz a borjú és az oroszlán között. Ez két ellentét egymással. Összeegyezhetetlen most, nem lehet egybehozni őket, de az Isten királyságában együtt fognak lenni. Nem fogja egyik, főleg az oroszlán, a borjút pusztítani. Tehén is a medre, ugye medre híres arról, hogy nagy tehén vadász. Békesség lesz a tehén és a medre között. Ezek olyan prófétai képek, amelyek csupán jelzik azt a békességet, ami rájön az Isten jelenléte miatt a földre. Oroszlán például nem fog hussal táplálkozni, hanem az ökörrel fog együtt lenni, a jászolnál is szalmát fog edni. A csendszopó, a kisgyermek a viperákkal együtt gyönyörködhet, játszhat, a viperák nem fognak kárt okozni a gyerekben. És 9. versszakban, hogy semmi ártalom, kár nem fogja érni az emberi életet. Semmi nem fogja pusztítani az embernek a életét. Mert egyszerűen a föld tele van Istennek az ismeretével, tele van Istennek a jelenlétével, ahogy a tenger tele van vízzel, ugyanúgy tele lesz a föld az Úrnak az ismeretével. És ebből a jelenlétből származik az embernek ez a fantasztikus jó léte. Lehetetlen, hogy ez ne teljesedjen, de ha ez nem fog beteljesedni, akkor nem igaz Jézus Krisztus feltámadása sem, de távol legyen az. Nagyon igaz Jézus feltámadása, és ezért ennek is be kell teljesedni. A termékenységre még egy igényt szeretnék mondani, az Ámos 9.13. részben. Íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót. Szőlőtaposó, a magvető, és a hegyek musztal csepegnek, és halmak pedig mind megáradnak.
Tehát én ezeket azért szeretném elmondani, mert amikor imádkozunk, hogy jöjjön-e a te országod, akkor ne egy ilyen jéghideg, palanszerű világra gondoljatok, hogy jönnek, leszállnak a mennyből a faszobrok, a kőszobrok, stb. És mindenki félni fog, mindenki nélkülözni fog, mindenki szegény lesz, hanem ezekre a dolgokra elvetve gondoljatok, amelyeket most én felidézek, emlékezetekbe idézek, idézem. Arra gondoljatok, hogy Isten annyira termékenyít fogja tenni a Földet, hogy annyira lerövidül a növényeknek a fejlődése, érése, hogy szinte a vetés és az aratás egy időben fog történni. Amikor elkezdjük vetni a, bevetni a szántóföldet, akkor már tulajdonképpen a Földnek a másik részét, amikor bevetjük az egész táblát, akkor már tulajdonképpen másnap már kezdhetjük az aratást. Erről van szó, hogy a hegyek mustak, csepegnek, halmok pedig mind megáradnak. De csupa jó léte. Ádám és Éva nagyon könnyedén megszerette azokat a javakat, amelyek szükségesek voltak a létezésükhöz, a jóléthez, a bűnbeesésig. A bűnbeesés után lett nagyon berejtékes, fáradtságos tevékenység, a munka, de előtte egy rendkívül olajozott, kedves dolog volt. És ez vissza fogja állítani Isten. Csak annyi lesz, hogy a javakhoz kinyújtod a kezedet és begyűjtöd. De előtte ugye át kell venni egy tisztuláshoz, a vasvesztőn, vagy pedig az, ha egyházhoz tartozod, akkor az egyházon keresztül bejuthat vasvesztő nélkül, mert Jézus Krisztus meg fogja Jézus Krisztus vére meg fog téged tisztítani. Mikor bekerülsz az áldásba, akkor nem tesz téged az áldás szemesség, kapsivá, mohóvá, hanem harmóniában fog. Körülbelül, amit a kommunisták mondtak, hogy mindenki ki fogja elégíteni a szükségeit, javait, hát itt meg fog valósulni. Isten országba eljött. Ezt ne adjátok fel ezt az elvet. Jegyezzétek meg, Ámos 9.13-ban van ez az ige. Élvezetes fog lenni a földi élet akkor. Egy másik, még a Zakariás prófétán, nál óriási nagy szaporodás lesz a Földön. Tele lesz a Föld emberekkel. És ugye nem lesz éhezés, nem lesz szegénység. Olvassuk, hogy megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik jártadoknak annak utcáj. Amen. Zakariás 8.5-ben. Megtelnek a város utcái fiúkkal, leányokkal, akik jártadoknak annak utcáj. Fiatal keresztény voltam, és találkoztam idős keresztényekkel, és állandóan az ítéletről beszéltek, az ítéletről szóltak, és olyan csüggedés és reménytelenséget láttam az életükben is, meg olyan reménytelenség állott ki belőlük, hogy azt mondtam, hogy ha Istennek nincs jobb programja a jövőre vonatkozóan, akkor minek keresztények lenni. És valahogy mindig tiltakozás volt a szellememben, hogy ez nem létezik, hogy Isten itt minden széjjel fog zúzni, az egész világ és az emberiség el fog pusztulni, mindenki szenvedni fog, stb. És ez lesz a vége is. Akik hisznek Jézus Krisztusban, azok valahogyan megúszták ezt a nagy szenvedést, de éppen hogy, stb. Mert valóban vannak olyan igék, amikből ezt lehet következtetni, de ha minden igét egybevetünk, akkor látjuk, hogy Isten nagyon optimista, és egy nagyszerű bort tartogat a Föld számára is. Érdemes élni. Érdemes gyermekeket vállalni, érdemes gyermekeket nevelni, érdemes házat építeni. Minden természetes munkátokon van értelme. És ne a büntetést, ne az ítéletet várjátok, hanem a happy endet várjátok. Jó lesz a vége. Azért evangélium a benne. Nagyon-nagyon nagy szüksége van a kelet-európai egyháznak, az optimizmusnak. És ennek az optimizmusnak van alapja. A
A reménységnek jegyezzétek meg, mindig az ismeret az alapja. Ha tudatlan vagyok, akkor reménytelen vagyok. Mert akkor a jövőre való, jövő felé való viszonyomat a jelen tapasztalatai határozzák meg. És most nekem pekkel van, mert egy rossz országban élek. Vagy egyszerűen egy olyan országban élek, amely rossz állapotban van. És ha ezt határozza meg a jövőhöz való viszonyomat, akkor olyan pessimistán nézek a jövőre. De ahogy mondtam, hogy a reménység az mindig ismeretre épül. És kijelentett ismeretre épül a reménység. A jövőnek a tudására épül a reménység. És Istennek van szava, információ a jövőről, és ezeket az információkat meg kell szerezni nekünk, hogy a reménységet ki tudjuk építeni, fent tudjuk tartani, még akkor is a látható szinten rosszul mennek a dolgok. Mert ez átmeneti állapot, a végleges állapot az lesz, hogy a rendíthetetlen jó, az állandó, maradandó jó le fogja győzni az átmeneti rosszat. De ehhez feltétlenül kell az Isten igényébe vetett hit, mert a mi hitünk a győzelem, amely legyőzi a hanyatlásnak a korszakát. Tehát a szaporodás. Az ítéletkor, ahogy beszéltem, az átmeneti korszakban, hogy amikor az egyházat fölemeli az Úr, akkor létrejön egy légüres tér a Földön, és ezt azért csinálja meg Isten, hogy be tudjon avatkozni erővel a világnak a sorsába. És ezt a beavatkozást a rengeteg ítélet, a rengeteg pusztulás fogja kísérni, de ez semmiképpen nem fogja azt jelenteni, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberiség ki fog pusztulni, mert nem fog kipusztulni az emberiség. A nemzetek, népek meg fognak maradni, sőt, ezután a korszak után, minden háború után egy óriási nagy szaporodás lesz a Földön, és itt olvasok tehát az Zakariás 8:5-ben, hogy megtelnek a város utcái fiúkkal, leányokkal, játszódoznak annak utcái, és azt mondja, csoda lesz ez a nép maradéka, hiszen ez. Ez maga egy csoda lesz. Következő dolog, amit szeretnék mondani a jövőről, hogy az egyháznak, Izraelnek, Jeruzsálemnek egy különleges pozíciója lesz ebben az országban. Egyházról már beszéltem, hogy az egyház, amiről beszél János apostol a jelenések könyvében, hogy királyok és proféták lesznek, ez ekkor fog megvalósulni. Vagy amikor Pál apostol mondja az egyháznak, hogy a korintusiaknak írja, mert veszekedtek a korintusiak egymással. Hát Pál apostol majdnem azt mondja, nekem mit szórakoztak itt tyúkberekkel. Nagyon szomorú, amikor a keresztények ilyen tyúkberekkel, hogy rálépett a lábujjamra, elém áll, ide áll, oda áll, stb. Ilyennel foglalkoznak. Azt mondja Pál apostol a keresztényeknek, hát nem tudjátok, a világot fogjátok megítélni, angyalokat fogtok megítélni, kormányzók lesztek. Hát ne foglalkozzatok olyan dolgokkal, ami miatt elveszítitek ezt az elhívásokat. Tehát a kormányzó testülethez fogtok tartozni. Izrael helyre fogja Isten állítani. A templom fel fogja Isten építeni. Ezékiel profétának a könyve egy fantasztikus profétai látás. Először ugye jönnek a nagy élmények a Szentlélekkel, ahogy a Szentlélek a tudomány beszéde által, bölcsesség beszéde által kijelenti a dolgokat. És utána a 40. részek felé már csak a jövővel foglalkozik. Először látja a csontokat, hogy ahol az Úrnak a szelleme rátáll a csontokra, kijön az Istennek az igéje, a csontokra újra rájön a hús, a húsakra az inak, összekapcsolódnak a csontok, és a sírból fölkelnek a halottak. Hogy újra megelevenedik az egész Izrael. De nem csak Izraelre vonatkozik ez a megelevenedés, hanem az egész emberiségre vonatkozik. Tehát a regenerációt így látja Ezékiel próféta, hogy Isten szelleme és Isten igéje be fog avatkozni a csontokba, és újra sírokból a bűnnek, a halálnak a sírgödréből az emberiséget, a nemzeteket ki fogja hozni Isten igéje. És utána mutatja Izraelnek a helyreállítását. A templom fel fog épülni, helyre fogja állítani Isten az áldozatokat, a papok fognak szolgálni a templomban.
De természetesen ezeknek az áldozatoknak nem az a célja lesz, ami az Ószövetségben, mert az Ószövetségben előrenézés volt az áldozatoknak a célja, hogy előre nézze Jézus Krisztus megváltására. Ennek pedig az lesz a célja, hogy emlékeztesse az embereket Jézus Krisztus megváltására. A földi dimenzióban tulajdonképpen Izrael fogja képviselni a vezető hatalmat, a szellemi dimenzióban pedig az egyház fogja képviselni a hatalmat. És ennek alá lesz rendelve az egész föld, annyira, hogy szinte a jó létük fújtjuk ettől. Zakariás 14-ben olvasom, hogy lesz egy világ ünnep minden évben, amikor az egész földnek ünnepelnie kell, lesz pedig a sátorok ünnepe. A 16. versben olvassuk, hogy részen, amik megmaradnak minden a népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen jönnek, esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a seregek urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét. Ez tehát nem a zsidóságra vonatkozik, hanem a nemzetekre, népekre. És lészen, hogy aki nem megy fel a föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, tehát ez az ismerése a názareti Jézus uralmának, a sátorok ünnepén, és lészen, hogy aki nem megy fel a föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak a seregek ura, nem lészen azok felső. Tehát mennyi támogatásban nem fog részesedni. És azonnal fog jelentkezni náluk a gazdasági válság. Bármennyire is meseszerűnek tűnik, ez meg fog valósulni. Testvéreim, az Isten egy olyan nagy átrendezésre készül, hogy ezt a világot úgy át fogja rendezni, hogy amikor 22. században fogunk élni, és megnézzük azt a századot, és összehasonlítjuk a 20. században a világot, akkor azt mondjuk, hogy ez egy fantasztikus csoda. Hogy Isten ezt a változást létrehozta hozzá. Jegyezzétek meg, hogy Isten olyan, mint Jézus, úgy viselkedik, mint Jézus a kananai mennyegzőben. Hogy ugye elfogyott a bor. Nagy pánik a vendégek között. És akkor Jézus beavatkozik természet fölötti módon, a víz borrá válik, és ez a bor jobb lesz, mint az első. Ezzel azt mondja Isten, hogy az utolsó időkre Isten jobbat tartogat, mint a kezdéskor, ami volt. Sokkal nagyobb dicsősége jön el Istennek a földre, sokkal nagyobb jelenléte, mint bármikor volt. Nem fogunk nosztalgiát érezni Mózes felé, Mózes iránt, a veres tenger szétválasztása iránt, mert nagyobb dolgokat fog cselekedni Isten a korunkban is. A nagy dolgok elfeledtetik ezeket a kis csodákat. Amit most jelen pillanatban fantasztikus csodák, de ennél nagyobb csodákat fog cselekedni Isten. Készüljetek fel, azt mondja, hogy Izaiás proféta újat cselekszem, régiekről ne emlékezzetek, csodákkal azért még most emlékezzetek, de készüljetek fel azokra a fantasztikus dolgokra, amiket Isten fog cselekedni. Jézus azt mondta, sokkal, sokkal nagyobbat fogtok cselekedni, mint ő. Tehát az az erő, az a Szentlélek fogja cselekedni, a Szentlélek, ami átárad rajtunk keresztül az új világban, az sokkal nagyobb dolgokat fog cselekedni, mint ami Jézus Krisztus földi szolgálatát kísérte. A másik nagyon utolsó fontos elve erről az országról, hogy a bűn és a halál nagyon erőteljesen korlátozva lesz. Erősen korlátok közé lesz szorítva, tehát ahogy mondtam, hogy a mostani időnkre az a jellemző, hogy Isten országa gát befedi a sátán királyságának az árnyéka. Utána pedig fordítva lesz. Hogy Isten országa árnyékába kerül a sátánnak a királysága. Izaiás proféta 65. részében olvassuk a 22. verszakot, hogy nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy
más egyel gyümölcsöt, mert mint a fáki oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják a választatai. De tudjátok, hogy a mi nemzedékünknek mi egyik tragédiája, mint a Prédikátor könyvében mond Salamon. Hogyha építünk, nem tudjuk, hogy amit csinálunk, az kinek a kezébe kerül, mert tulajdonképpen mire megcsinálunk, addigra meghalunk. Mert olyan az embernek az élete, mint a pára, mondja a Biblia. Virágzik és elszárad. És az Isten, amikor eljön Isten országa, akkor azt mondja Isten igéje, hogy az emberek úgy fognak építkezni, hogy tudják, hogy benne fognak lakni. Nem csak 20 évig, nem csak 30 évig, hanem nagyon-nagyon hosszú ideig. Úgy ültetnek fákat. Például, ha van kertet, az ember mindig meggondolja, hogy tulajdonképpen mennyi ideje van. Mert ha olyan fát nem akarok én sem ültetni, aminek még az én nem eszem a gyümölcét, tehát előre látónak kell lenni, hogy majd az unoka eszik belőle, de valahogy ma az embereket az jelenti, hogy szeretnek olyan gyümölcsfákat ültetni, amely legalább 3-4-5 éven belül hoz termést. Én azt gondolom, hogy körülbelül ez jelzi az embereknek az életérzését, hogy azt a bizonytalanságot, amit éreznek a környezetükben. Ezelőtt 50 éve, 100 éve bizony olyan fákat is ültettek, hogy akkor is elültette a gazda, amikor tudta, hogy őt nem fog annak a fának a gyümölcséből lenni, de nem baj, azt mondja, nem baj, majd az unokám eszi. De ma nagyon kevés ember ültet az unokájának fát, mert teljesen bizonytalan előtte minden. Mert valóban a jövőben most már természetes szinten nem lehet belelátni. Csak természet fölötti szinten lehet belelátni jövőben, vagyis azt tud a jövőnek élni, akinek van kijelentése a jövőről. Azok tudnak áldozatot hozni a jövőjét. Ma azért van egy hedonista kor, és azért élnek az emberek a kívánságuknak, mert úgy érzik, hogy nincs jövőjük, együnk, ígyunk, holnap úgy is meghalunk. Mindig ezt szabadítja fel az embereknek az érzékeit és a kívánságai kielégítésének a szolgálatába áll. De ha az ember látja, hogy van jövője, tudja, hogy ez a jövő szép, ez a jó, jövő jó, akkor az emberek fantasztikus áldozatot tudnak hozni. És meg vagyok róla győződve, ez ismeret kérdése. Ha mi elménkben, szívünkben megvilágosítja a Szentlélek a jövőt, akkor fantasztikus áldozatokra vagyunk képesek. Ha tudatlanságban maradunk, akkor egomániásak maradunk. Amen. De ne legyünk tudatlanok, hanem fogadjuk el Isten igéjét, amit a jövőről mond, és akkor tudunk olyan dolgokat is megcsinálni, amiből tulajdonképpen mi nem fogunk hasznot tudni, csak az utánunk jövőt. Ma úgy építenek az emberek házat, hogy még egy nemzedéket sem tud kiszolgálni. Tehát itt arról van szó, hogy olyan építenek, amiben biztosak, hogy laknak, olyan plántálnak, amit tudják, hogy fogják enni a gyümölcsét. Miért? Mert rendkívül hosszú lesz az életük. Azt mondja, az én népem élete olyan lesz, mint a fáké. Több száz évig el fognak élni az emberek, szerintem. Ez azért fog megvalósulni, mert a bűn és a halál és a sátánnak maga a sátán királysága nagyon erőteljesen korlátozva lett. A sátánról olvasunk a Jelenések 20. részben, az első versszakról a harmadik versszakig, hogy a sátánt az Úr angyalai el fogják fogni, le fogják tartóztatni, és a mélységbe fogják vetni, a bűn pedig rendkívül vissza fog szorulni az emberi létből, és a halálnak is egy nagyon minimális befolyása lesz az embereknek az életére. És emiatt szabadul föl az embereknek az életkora. Tehát jöjjön el Istennek az országa. Ez az ország eljött, részben már hozzánk, mert szellemben van, bejött a mi szívünkbe, és ez az ország igazság, békesség és Szentlélektől való öröm. Ez az országnak az ereje már munkálkodik, de ennek az országnak mi előhírnökei vagyunk, és örökösei vagyunk. Nekünk nagyon fontos, hogy beszéljünk, hirdessük ezt az országot, még akkor is, hogyha az emberek kinevetnek bennünket, gúnyolják ezeket a dolgokat, mert Isten ezt fogja megvalósítani. És biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek meg fog győzni embereket, az embereknek a szívéhez fog szólni, és el fogják hinni, hogy ez az ország a valóság fog lenni.
Tehát amikor imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, akkor egy fantasztikus birodalomra gondoljatok, egy olyan birodalomra gondoljatok, ami maga a mennyek országát jelenti. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a menny alászál a földre, és az a földnek az élet, a földön minden realitást meg fog változtatni, és itt igazság, jó békesség lesz, egészség lesz, szabadság lesz, öröm lesz, nyugalom lesz, egészség lesz, gazdagság lesz, bővülködés lesz. Amen. De ez a regenerációnak a beteljesedése. Ostobaságot gondolni, ha milyen belegondolsz, hogy csak azt gondolod, hogy Jézus csak az egyházban tud működni. Ez egy akkora egy csapda a keresztények számára, és ettől lesznek a keresztények rendkívül szükkebbőek, kislelkőek, és nem tudnak belehelyezkedni Isten egyetemes tervébe. Nagyon fontos és nagyon lényeges az egyház, és nagyon örülök, hogy Isten az egyháznak a létszámát állandóan növeszti újjá született emberekkel. Mert azt mondja a Biblia, hogy újjá kell születni víztől és Szentlélektől, mert másképp nem lehet bemenni Istennek az országába. Ez egy szükséges dolog, hogy vége legyen a degenerációnak, ne legyél degenerált, hanem újjászülés Isten igéjétől. De ennek az újjászületésnek lesz egy tetőpontja, amikor nem csak a szíved fog újjászületni, nem csak a szíved van az újjászületés állapotában, hanem benne van a tested is, benne van a körülményed is, környezeted is, nemzeted is, és benne van az egész világ, a fizikai világ. És Isten erre hívott el bennünket, hogy Isten dicsőségének a hírnökei legyünk, és majd belépünk Isten dicsőségébe az ő országa által. Amen. Urádjon meg
nagyon finoman. Halleluja! Sokan már tudják, hogy mit akarok mondani. Isten országa már eljött közénk, de bármit mondom az Isten országa, hogy én vagyok hatalommal, erővel tudjam eljönni. Isten azt mondja, hogy amikor hallod Isten igéjét, akkor fogadj el a szívedben. Mert Isten igéje romolhatatlan mag, és ebből a romolhatatlan magból származik az a romolhatatlan élet. Amikor megrász téged Isten, akkor csak romolhatatlanságot fog nálad találni. Ez pedig azt kell, hogy térjél meg Jézus Krisztushoz. És fogadd el Jézus Uramnak, megváltónak és szabadítónak. Mi szeretnünk most azoknak az embereknek lehetőséget adni, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Szeretnénk neked lehetőséget adni, hogy döntsél ma Jézus Krisztus mellett, és fogadd el őt királynak, megváltónak, szabadítónak, Úrnak. Jézus azt mondta, hogy akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljanak. De előre jössz, én szeretnék érted imádkozni. Ez az imában te meg fogod nyitni a szívedet Isten igényének, a Szentléleknek, és Istennek a szeretete be fog áradni a szívedbe. És a Biblia azt mondja, hogy akik újjászülettek, azoknak már lehetséges bejutni Istennek az országába. Ez az Isten ország egy nagyszerű ország. Magyarország még árnyékod vet erre az országra, de hiszem, hogy ez az ország fogja fölemelni Magyarországot. Kérlek, ahogy elkezdünk énekelni, jöjjetek előre azok, akik dönteni akarnak Jézus Krisztus mellett. Ne szégyen Jézus nevét az emberek előtt, megvallani hitedet Jézus Krisztusban. Egy nagyon világos, nyilvánvaló döntéssel kötelezd el az életedet, maga, életedet Jézus Krisztus mellett. Halleluja! Jézus azt mondja, hogy akik hozzájönnek, azokat semmiképpen ki nem vetik. Isten hív tégedet. Hív tégedet, hogy jöjj hozzá. Állj az ő királyi széke elő. Fogadd el az ő szeretetét. Fogadd el az ő kegyelmét. Fogadd el azt az életet, amelyet megszerzett számodra a Golgotai kereszten. Az ördög azt mondja neked, hogy nem most, de ez a mai nap a tiéd. Ezzel az igével kezdtük a mai összejövetel, hogy ez az a nap, amit az Úr rendel. Ez a mai napot az Úr hiszem, hogy elsősorban neked rendelte azért, hogy megtérjél és elfogad Jézus Krisztus szeretetét. Hozzászólok, aki még ott állsz a sorokban. Jézus azt mondja, hogy térjél meg, mert eljött Isten országa. És fogadd el az ő szeretetét, fogadd el az ő kegyelmét. Add meg Jézusnak a lehetőséget, hogy a benned lévő ördögöt legyőzze, hogy a benned lévő gonosz kiszorítsa az életedből, hogy Jézus közvesz legyen az életedben, Úr legyen, király legyen, Isten legyen az életedben. Ezért kérek a Jézus nevében, hogy dönts ma így Jézus Krisztus mellett. Ne menjél le, ahogy mondja a Biblia, haraggal a nap fölötted, vagyis békülj meg Istennel. A haragos viszonyodat rendezd el Istennel. Békülj meg Jézus Krisztus nevével, Istennel. És meg fogod látni Isten kegyelmét, szeretetét az életedben jönni. Énekeljünk is. Bátran, megkérdezheted a szomszédoktól, hogy te már keresztény vagy? Ha nem, akkor neked szól ez a hívás, hogy térjél meg. És engedelmeskedj Jézus Krisztus nevében.
is kérlek benneteket, akik itt álltok, hogy velem együtt mondjátok ezt az imát Jézus Krisztus nevében az Atyához. Mennyei Atyám, a názareti Jézus Krisztus nevében én te eléd állok, az igaz Isten elé, ki teremtette a földet, az eget és minden, ami van. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, engesztelő áldozatul az én bűneimért, hogy én megtérjek, és higgyek Isten országának az evangéliumában. Drága Jézusom, szívemet megnyitom előtted, s kérlek, kedves Jézus, jöjj az én szívembe, jöjj az én lelkembe, és bocsásd meg az én bűneimet. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és nagyon sokat vétkeztem te ellened. De én most elhatároztam, hogy a bűnöktől elfordulok, azokat elhagyom, és Isten igényének fogok engedelmeskedni. Jézusom, elfogadlak, Uramnak, megváltónak, szabadítónak, gyógyítónak, királyomnak. És megvallom, hogy hiszek benned, hiszem, hogy te vagy az élő Isten fia, ki meghaltál az én bűneimért, és föltámadtál az én megigazulásomért, és bűnbocsánatot szereztél nekem, és legyőzted a szívem gonosz urát, az ördögöt, és ettől a pillanatról fogva neked engedelmeskedek, Jézusom, mert te vagy az én életem, Ura. Alárendelem magamat, és elkötelezem magamat Isten igényének és szolgálatának. Köszönöm, drága Jézusom, hogy elfogadtál, megbocsátottad a bűneimet, örök életet adtál nekem. Jézusom, szeretlek, és szolgálni foglak tégedet teljes életemben. Amen. Názareti Jézus nevében én megköszönöm ezeket a drága embereket, akiket te elhintál, hogy a te országodnak az örököseivé váljanak. Én kérlek most Jézusom, hogy jöjj az ő életükbe, költözve erővel, hatalommal, és töltve őket Isten szeretetével, és bocsásd meg az ő bűneiket, vétkeiket, és add meg nekik az örök életet, és adj nekik természetfölötti kijelentést Isten igényéről, Szentírásról. Elevenítsd meg Isten igényét, hogy ne legyen homályos előttük, hogy az ő értelmükre, szívükre, Isten világossága, a lángoló bűn szálljon rá. Jöjj Jézusom, bocsásd meg az ő vétkeiket, és szabadítsd meg őket, mert öltött kezéről, és én sátán, előled megyek a Jézus nevében. Lerombolom a munkádat, amit eddig végeztél az életükben. Vége te időszakodnak. Vége a te generálódásnak, mert eljött az újjászületés
Jézus Krisztus kegyelme által az ő életükbe. Atyám, tartsd meg őket a te kegyelmedbe, és a te végtelen nagy szeretetedbe, az Jézus hatalmas nevében. Amen. Ott még személyesen meg fognak áldani benneteket, tapasztalt keresztények. Adjatok egy kis részt, kérlek váradjatok oda is, keresztények fognak még értetek imádkozni, és meg fognak áldani benneteket. Nagyon okos dolgot csináltatok most. A legokosabb, amit csináltatok. Szépen a Szentlélekre, hogy Istennek az áldása jöjjön rátok. Tudjátok, amikor felmentek a paphoz, akkor mindig az oltártól úgy mentek el Izrael fiai, hogy megáldották őket. Most szeretnénk, hogy Istennek az áldása szálljon rá. Zárkozz be szellemedben, Istennek a jelenlétében. Halleluja, halleluja, halleluja. Mennyei Atyám, a názareti Jézus nevében én megköszönöm az én drága testvéreimet. Köszönöm, hogy ők ebben az országban Isten országának az örökösei és Isten országának az előhírnökei. És köszönöm, hogy ez az ország legyőz minden erőt, minden akadályt és minden gátat. Én most azt kérem, hogy áld meg az én testvéreimet a Szentlélek kenetével és hatalmával, hogy nagy reménységgel és örömmel hirdessék Isten országát az embereknek. Kérlek, Szentlélek, jöjj és törzs le őket tűzzel, és rombold le az ő életükben minden akadályt, minden gátat, és egy készített utat állíts eléjük, és tartsd meg őket a te kegyelmedben, a te szeretetedben,
a te irgalmadban, a názareti Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Kérünk Szentlélek a Jézus nevében, hogy áradj ki, mint egy folyó, Isten erejével és dicsőségével, és rombolj le minden sátáni erőt, sátáni gátat, minden okkultizmus megtörökezzen a helyen, minden varázslásnak ellene megyek, akadályozó erőknek az Úr Jézus nevében, és felszabadítjuk a Szentlélek jelenlétét. Kérlek Szentlélek a názareti Jézus nevében, jöjj Szentlélek öröm szellemével, hogy nagy reménységgel és hittel beteljesedjen minden ember Isten igéjének a szolgálatában. Halleluja, halleluja Jézusom.
Jézus Krisztus, az Úr mindenkinek. Tudjátok, hogy nagyon fontos, hogy Isten tiszteletet, kapcsolat legyetek, a szellemeket mozogjon. Isten erő, hatalom, és azt akarja, hogy munkálkodjál vele együtt. A Szentléleknek a munkatársa vagy. Halleluja. Jézus Krisztus, hogy a győzelem. Isten áldja meg benneteket az ő hatalmas erejével, kegyelmével. Tehát imádkozzatok, hogy jöjjön el Isten országa. Amen. Ez egy nagyon jó, fontos és nagyon jó ima cél. Testvéreim, befejeznénk a mai összjövetelt, mert az idő elment, és korlátozott ideig áll a rendelkezésünkre ez az épület. Kérlek benneteket, hogy köszöntsétek egymást, szentcsókkal, üdvözlettel, szeretettel mondjátok, hogy szeretlek a Jézus hatalmas nevében. Halleluja! Halleluja! És soha se engedjük meg, hogy megkötözzem benneteket az ördög. Ti kötözzétek az ördögöt, és ne az ördög titeket. Halleluja! Isten jó! Amen! Az Úr áldja meg benneteket legközelebb